Sziasztok! Ebben a videóban Michio Kaku The God Equation The Quest for a Theory of Everything című művéhez készített könyvemutatónk folytatásaként egy tömör könyv összefoglalót, tartalmi kivonatot szeretnénk adni. Ez az összefoglaló a könyvhöz igazodva igyekszik az elméleti fizikát annak történeti szempontjából bemutatni. És ez véleményünk szerint jó kiegészítésül fog szolgálni az alapvető kölcsönhatások és a standard modellel foglalkozó videópároshoz. Segítve tehát az ott elhangzottaknak az alaposabb megértését. Ahogy tehát a kapcsolódó könyvajálló videónkban is kiemeltük, a könyv tehát a következőket célozza meg. A mű az úgynevezett végső elmélet, Theory of Everything, mindenségelmélete vagy minden dolog elmélete, tehát ennek a megtalálásának úgymond a küldetéséről számol be. Ennek során egészen az ókori görögökig visszamenőleg a természetfilozófiában, majd a fizikában bekövetkező nagy forradalmak bemutatását ígéri, és ugye ezen utóbbi, ami egyúttal a technológia csodáit is lehetővé tette kiemelten kezelve a nyútori forradalmat, ugye ide kapcsolódik a gépesítés, valamint az ipari forradalom korszakának úgymond megalapozása, ugye gondoljunk csak a gőzgépre, majd az elektromágneses erő alaposabb megismerését, a városaink ugye megvilágítása, nagy teljesítményű villanymotorok, generátorok, valamint az instant jeltovábbítást biztosította számunkra, ugye televízióra, rádióra gondolva, majd a relativitást, ugye gondoljunk a nukleáris erőre, és a kvantumelméletet, amely ugye a high-tech forradalom, szuperszámítógépek, lézerek, internet, végül a 20. század második felében megjelent húrelméletet öleli fel. És ennek utóbbi kapcsán pedig magyarázatot ígér, hogy ez, tehát a húrelmélet, hogyan tárhatja fel előttünk a tér és idő legmélyebb titkait. Csapjunk is bele a konkrétumokba. Ahogy az első fő fejezet címe is utal rá, az egyesítés tulajdonképpen az ember, az emberiség ősi álma. Az ókori görögök közül Démokritoszt emeli ki a szerző. Ugye Démokritosz úgy vélte, hogy minden kicsiny, láthatatlan, elpusztíthatatlan részecskékből áll, ugye ezek az atomok. Ugye az atom, mint közismert szó, ugye tehát görög eredetű és oszhatatlant jelent. Ugye az akkori atomelmélet szerint a különböző anyagok különböző alakú atomokkal rendelkeznek. Egy másik izgalmas, ókori görögökhöz kapcsolódó megközelítés a híres matematikushoz, Pythagoras nevéhez fűződik. Pitagoraszék olyan zenei frekvenciákat igyekeztek létrehozni, amelyek matematikai értelemben bizonyos arányokkal rezektek. Tehát a fül számára kellemes zene eredetét, a rezonanciák matematikájára igyekeztek visszavezetni. Mindezt kiterjesztve úgy vélték, hogy a természetben megjelenő változatosság az lényegében a rezgések matematikájával írható le. A két görög példa után ugye röviden kitér a sötét középkorra is a szerző, de ugye fizika történeti szempontból jól érthető módon Johannes Keplerrel folytatja a sort. Ugye Kepler volt az első, aki a bolygók mozgásának leírásához a matematikát hívta segítségül. Ugye Giordano Bruno kijelentése, mi szerint egy nagyobb égitest körül kisebb égitest vagy égitestek keringenek, ez az akkori geocentrikus, földközpontú világképpel ugye ellentétben állt. Ugye Galilei munkássága során a távcsőnek a csillagászatban történő alkalmazásával lényegében maradandó örökséget hagyott maga után. Ugye ezzel fedezte fel a Jupiter négy holdját, a Vénusz fázis változásait, valamint a hegyeit. Galilei halálának évében született Angliában az ikonikus Sir Isaac Newton, aki Kepler és Galilei munkásságát folytatva az úgymond mennyek egyesített elméletét adta nekünk. Hogy is nézett ki Newton elmélete az erőkről? Ugye Newton írta le az úgymond mennyekre vonatkozó univerzális törvényt, és egy általa megalkotott új matematikát, a kalkuluszt alkalmazta az erőknek a tanulmányozására. Ugye a szerző, vagyis Michio Kaku azért használja az univerzális törvény kifejezést, hiszen Newton idejében az a mindenség elméleteként, vagy minden dolog elméleteként funkcionált. Ugye hiszen Newton elmélete leír gyakorlatilag minden mozgást. Az 1682-es év egy kiemelkedő év volt, ugye amikor egy lángoló üstökös jelent meg London felett, és gyakorlatilag mindenki azon tanakodott, hogy ez honnan jött, hova tart, avagy milyen rejtett jelentése lehet. Edmund Halley egy akkori asztronómus Cambridge-be látogatott, hogy Newtonnal találkozhasson. Ugye Newton rámutatott, hogy az üstökös ellipszis pályán mozog a nap körül, és az általa kidolgozott gravitációs elmélet segítségével meg is tudta neki jósolni a röbb pályáját. Howlett gyakorlatilag teljesen lenyűgözte Newton elméjének brilliánsága, és gyakorlatilag önkéntesen finanszírozta ugye Newton elméletének nyomtatási költségét. Ugye ebből született az a mestermű, amit ma principiaként ismerünk. Ennek a műnek a teljes magyar neve természetfilozófia matematikai alapjai. Ugye ez a Principia tartalmazza Newton mozgástörvényeit és a gravitációs törvényét. Levezeti benne Kepler törvényeit, amelyek a bolygók mozgását írják le. Ugye Kepler ezeket megfigyelésből állapította meg, ugye ez fontos, és igazi jelentősége a Principiának az égi testek és a földi mechanika egyesítése, valamint annak megmutatása, hogy a világegyetemet egységes fizikai törvények irányítják. Ugye Newton gravitációs törvénye azért is figyelemre méltó, mert szimmetriával rendelkezik. Ugye ami azt jelenti lényegében, hogy az egyenlet ugyanaz marad, ha úgymond forgatást hajtunk végre rajt. Ennek megértéséhez egy földet körülvevő gömböt képzeljünk el. A gravitációs erő lényegében minden pontján azonos. Ugye valójában azért gömb alakú a föld, most természetesen ez egy elméleti példa, tehát nem a geoid szót használjuk, hanem a megértéshez tehát a gömb alakot, mert a gravitáció egységesen összenyomta a Földet. Ugye ezekből következik, hogy lényegében olyan bolygókat, ami négyzetest, vagy mondjuk piramis alakú, olyanokat nem tapasztalunk. Tehát egy objektum akkor szimmetrikus, ha a részei átrendezése után ugyanaz marad, ugye más szóval invariáns. Például, hogyha a már említett gömböt vesszük, akkor ugye az szimmetrikus, mert elforgatása után ugyanaz marad. De ugye hogyan fejezhető ki mindez matematikailag? Ugye gondoljunk ismét a Földre, ugye ami a Nap körül kering. A Föld pályájának sugarát eladja, ami gyakorlatilag ugyanaz marad, ahogy a Föld a pályáján mozog. Ugye természetesen itt is eltekintünk, tehát idealizáljuk az egyébként elliptikus pályát, aminek következtében ugye r kissé változik, de ez tehát ebben a példában nem fontos. A Föld pályájának koordinátáit, pedig ahogy az ábrán látható, az x, illetve az y adja meg. Ugye x és y, ahogy a pályáján mozog, ez gyakorlatilag folyamatosan változik, de az r, ugye ebbe az idealizált példába, invariáns. Tehát nem változik. Tehát végső soron Newton egyenletei fenntartják ezt a szimetriát, ami azt jelenti, hogy a Föld és a Nap közötti gravitáció ugyanaz marad, ahogy a Föld a Nap körül kering. A következő fizika szempontból nagyon lényeges személy, akit kiemel Kaku, ő Faraday volt, ugye Michael Faraday, aki rámutatott, hogy ha egy mágnest átvezetünk egy dróthúrkon, akkor a drótban elektromos áram keletkezik. Ugye ez a kísérlet, ami előre jelezte, hogy valójában a két jelenség, tehát az elektromosság és a mágnesesség, az gyakorlatilag ugyanannak az éremnek a két fele. Ugye a Feredé nevéhez a mező koncepciójának a bevezetése is fűződik. Ugye és az ő felfedezései segítettek abban, hogy a Földet körülvevő mágneses mező eredetének okára rájöjjünk. Ugye mivel a Föld forog, a Föld belsejében levő elektromos töltések is forognak. Így tehát ez a Föld belsejében levő állandó mozgás felelős a mágneses mezőért. Hogy az előzőeket kicsit összegezzük, tehát hogy hol tartunk jelenleg a fizika történetben. Ugye Newton rámutatott tehát arra, hogy a tárgyak azért mozognak, mert úgymond erők nyomják őket, ami a kalkulus segítségével írható le. Feredély pedig megmutatta, hogy úgymond az elektromosság azért mozog, mert egy mező tolja. De a mezők tanulmányozásához új matematikai ágra volt szükség, amelyet végül James Clerk Maxwell, Cambridgei i matematikus kodifikált, és a vektor számításnak nevezte el. Tehát ugyanúgy, ahogy Kepler, illetve Galilei alapozták meg a newtoni fizikát, úgy Feredély utat nyitott úgymond Maxwell egyenleteinek. Maxwell volt, aki felismerte, hogy az elektromosság és a mágnesesség viselkedése matematikailag pontosan leírható, ahogyan ugye Feredély és mások már korábban feltételezték. Ugye az egyik ide kapcsolódó törvény, az már korábban is kimondta, hogy a mozgó mágneses mező elektromos teret hozhat létre. Ugye egy másik törvény pedig a fordítottját, vagyis hogy egy mozgó elektromos tér mágneses teret hozhat létre. Ugye Maxwell tovább vitte ezt a gondolatmenetet, feltéve a kérdést, hogy mi lenne, ha egy változó elektromos tér ugye létrehozna egy mágneseset, majd aztán ez létrehozna egy másik Elektromos teret, majd ismét egy mágneses teret, és így tovább. Tehát rájött, hogy ennek a gyors oda-vissza mozgásnak a végterméke az lényegében egy mozgó hullám lesz, ahol az elektromos és a mágneses mezők folyamatosan egymásba fordulnak. Ugye ezt reprezentálja a középen levő, illetve a jobb oldalon levő mozgó ábra. Ugye az átalakulásnak ez a végtelen szekvenciája öngerjesztő, amely vibráló elektromos és mágneses mezők, tehát mozgó hullámát hozza létre. A vektor számításai segítségével kiszámította ennek tehát a mozgó hullámnak a sebességét, és a 310.740 km per másodperces megdöbbentő értéket kapta. Ugye hiba határon belül ez a ma már köztudottan 299.792 km per másodperces fénysebességhez közeli. Ugye a tényleges fénysebességhez közeli számításai miatt már meg is tette a következő lépést, és azt mondta, hogy tulajdonképpen ez a hullám az maga a fény. Ergo a fény elektromágneses hullám. A következő igazán nagy elméleti fizikai lépés Albert Einstein nevéhez fűződik. Ugye Einstein volt, aki feltette a kérdést, hogy mi történik Maxwell egyenleteivel, ha valaki fénysebességgel utazik. Ugye Einstein a Maxwell egyeletek felhasználásával kiszámította egy fénysugár sebességét egy mozgó tájban, például egy vonatban. Ugye arra számított, hogy a fénysugár sebessége, ahogy azt egy álló külső megfigyelő látja, egyszerűen a szokásos fénysebesség plusz a vonat sebessége lesz. Hiszen a newtoni mechanikában a sebességek egyszerűen összeadódnak. Például egy eldobott baseball esetén Miközben valaki egy vonaton utazik, egy álló megfigyelő szemszögéből a labda sebessége csak a vonat sebessége plusz a labda sebessége lenne. Ugyanígy, ezen logika szerint a sebességek egymásból ki is vonhatók. Tehát ebben az esetben, ha fej-fej mellett utaznánk egy fénysugárral, akkor annak stacionáriusnak kellene lennie. De Einstein legnagyobb megdöbbenésére rájött, hogy a példában is azonos sebességgel száguldott el a fénysugár. Ugye eddig a newtoni logika alapján gyakorlatilag minden sebességet utolérhetőnek tekintettek. De, mint Einstein által kiderült, hogy a fényt gyakorlatilag soha nem lehet utolérni. Mivel az mindig ugyanolyan sebességgel mozog, függetlenül attól, hogy mi milyen gyorsan utazunk. Ugye itt értelemszerűen felmerült, hogy ugye Newton vagy Maxwell téved de merült fel szintén, hogy hogyan lehet, hogy soha nem lehet utolérni a fényt. Ugye 1905 tavaszát döbbent rá, mikor Benben vonattal közlekedett, hogy mivel a fénysebesség állandó ugye, függetlenül attól, hogy milyen gyorsan mozgunk, ezért a tér és az idő torzul úgymond annak érdekében, hogy állandó maradhasson a fénysebesség. Ez azt jelentette, hogy ha egy gyorsan mozgó űrhajón vagyunk, akkor a hajó, belsejében levő idő lassabban telik, mint a Földön. Az idő annál jobban lassul, minél gyorsabban mozgunk. Ezt a jelenséget Einstein speciális a relativitás elméletnek nevezte el. Tehát ugye a kérdés, hogy hány óra van, az attól függ, hogy milyen gyorsan haladunk. Ha egy űrhajó a fénysebesség közeli értékkel halad, és ezt a Földről egy úgymond távcső segítségével figyeljük meg, akkor innen a Földről úgy tűnik, hogy az űrhajóban gyakorlatilag mindenki lassított mozgásban van. Az űrhajó pedig összenyomódott, és minden nehezebb. De, és most jön a lényeg, hogy az űrhajóban levők számára minden teljesen normálisnak tűnik. Ugye itt egy újabb kérdés jelenik meg, vagyis hogy honnan származik ez az extra tömeg. Ez lényegében a mozgás energiájából származik. Ugye ez azt jelenti, hogy a mozgási energia egy része tömeggé alakul. És ugye az anyag és az energia közötti pontos kapcsolat pedig az E egyenlő mc négyzet volt. Ugye és az anyag és az energia közötti pontos kapcsolatot pedig az E egyenlő mc négyzet írja le. Ugye ez például olyan kérdések megválaszolásához is segít, hogy úgymond mérsült a nap, ugye válasz, mert amikor a hidrogénatomokat úgymond nagy hőmérsékleten összenyomjuk, akkor a hidrogén tömegének egy része energiává alakul. Ugye az egyesítés szempontjából a relativitás elmélet esetén a tér, az idő, az anyag és az energia egyesítése valósul meg. De egész konkrétan hogy is valósul meg ez? Ha Einstein egyenleteit vesszük, majd a teret az időbe, az időt a térbe forgatjuk, akkor az egyenletek ugyanazok maradnak, tehát invariáns. Tehát lényegében az Einstein egyenletei négy dimenzióban szimmetrikusak. Ugye Einstein ha megmutatta, hogy a tér, az idő, anyag és energia tehát mind egy nagyobb, négydimenziós szimetria része, egyenletében egy kirívó rés még volt, hogy elszóltak a gravitációról, valamint a gyorsulásról. Emiatt nem volt ő, tehát Einstein elégedett. Ezért a speciális relativitás elméletét Általánosítani akarta. A célból tehát, hogy magába foglalja a gravitációt és a felgyorsult mozgásokat. Na most vegyünk egy érdekes esetet. Ha egy liftben utazunk, és hirtelen elvágják a kábelt, akkor zuhanni kezdünk. Ugye amíg a lift nem csapódik a földbe, addig mi és a lift is ugyanolyan sebességgel zuhan. Tehát mi lebegni fogunk. A gravitációt tehát. A zuhanó lift tökéletesen kioltja. Ezt hívják ekvivalencia elvnek. A lokális gravitációs gyorsulás megfelel egy gravitációmentes térbeli gyorsuló vonatkoztatási rendszerben észlelt gyorsulás hatásával. Ugye az astronauták azért lebegnek az űrhajóban, mert a rakéta az ugyanolyan arányban zuhan, mint az astronauták. Tehát a súlytalanság lényegében illúzió. Ők, tehát az asztronauták és az űrkapszula is lényegében szabad van a Föld körül. Ugye a Föld nap keringése révén nekünk, földlakóknak az az illúzió, hogy a nap vonzó erőt, úgynevezett gravitációt fejt ki a Földre. De egy naprendszeren kívülálló személy számára egyáltalán nem lenne erő tapasztalható. De megfigyelnék, hogy a Föld körüli tér meggörbült, így az üres tér nyomja a Földet úgy, hogy körben megy, tehát vagyis kering a nap körül. Tehát Einstein belátta, hogy a gravitációs vonzás valójában illúzió. A tárgyak nem azért mozognak, mert a gravitáció vagy a centrifugális erő húzza őket, hanem azért, mert a körülötte lévő tér körülete nyomja őket. Még egyszer tehát, a gravitáció nem húz a tér tolja. Például egy székben ülő könyvet olvasó egyén esetében azt mondhatnánk, hogy a gravitáció húzza a kedves olvasót a székbe, és ezért nem repül ki az űrbe. Na de Einstein már azt mondaná, hogy azért ül az illető a székben, mert a föld tömege hajlítja a feje fölötti teret, és ez taszítja a székbe. Na most képzeljünk el egy nehéz golyót, amit ugye ráteszünk egy matracra. Ugye ez a matrac süllyed, így lényegében görbül. Ha egy jóval könnyebb márványgolyót lövünk ki a matrac mentén, ez görbe vonalon fog mozogni. Tehát, mintha egy láthatatlan erő ezt a márványgolyót úgymond pályára kényszeríteni. De valójában nincs ilyen láthatatlan erő. A márvány nem egyenes vonalban mozog, mert a matrac ívelt, így a legközvetlenebb út elipszissé válik. Ugye, hogyha a föld-nap analógiára vesszük ezt, akkor a matrac, a téridő, ami ugye tud görbülni, a nehéz golyó, ugye a nap, még a jóval könnyebb golyó, a márvány golyó, az pedig a föld. Ugye a föld megkerüli a napot, mert a nap meggörbítette a körülötte levő teret, és a tér amelyben a Föld mozog, az nem sík. Ugye az ezeket leíró elméletet Einstein általános relativitásnak nevezte el. Itt tehát a téridő a nehéz tömegek miatt görbül, ami a gravitációs erő úgymond illúzióját kelti. A korábbi speciális relativitás elmélet egyenes vonalú, egyenletes mozgású objektumokra igaz. De ugye a mi univerzumunkban jobbára majdnem minden gyorsul. Az általános relativitás a tér idő minden pontján folyamatosan változó gyorsulások esetén is igaz. Ugye Einstein kutatásai során a két relativitás elmélet után megpróbált egy harmadik, még nagyobb elméletet alkotni. Ugye olyat szeretett volna, amely a világegyetem összes erejét gyakorlatilag egyetlen egyenletbe egyesítette volna. Olyat, amely egyesítheti Maxwell elektromosságot és mágnesességet leíró elméletét saját gravitációs elméletével. Ezt végül nem sikerült Einsteinnek megoldani. Ugye erre már a könyvben során is utaltunk. Míg Einstein ugye egyedül dolgozott az említett hatalmas, téren, időn, anyagon és energián alapuló új elméletén, a fizika párhuzamos fejlődése arra az ősi kérdésre igyekezett választ találni, ami ugye így hangzik. Miből áll az anyag? Ugye a kutakodás a fizika következő nagy elméletéhez, történetesen a kvantum elmélethez vezetett. De nézzük meg picit az előzményeket. Ugye az 1800-as évek végére a vegyészek elkezdték megtalálni és elkülöníteni a természet alapvető elemeit. 1869-ben Mengelejev elkezdte az ismert elemek rendszerezését. Ugye gyakorlatilag a kémia káoszából hirtelen rend és kiszámíthatóság kezdett kirajzolódni. Ugye, ekkor kb. 60 elemet ismertek, és ezt egy egyszerű táblázatban már el lehetett rendezni. Persze voltak hiányosságok, és mengyelejev gyakorlatilag meg tudta jósolni ezen hiányzó elemek tulajdonságait. Ugye, amikor ezeket az elemeket valójában előállították, megtalálták laboratóriumban, és beigazolódtak mengyelejnek az előrejelzései, ez már komoly hírnevet adott a tudósnak. Ugye érdemes Marie Curie nevét kiemelni, és az általa felfedezett úgymond új természeti erő, amelyet nukleáris erőnek neveztek. Ugye ez növelheti a Föld hőjét. Mivel a radioaktív bomlás évmilliárdok alatt mehet végbe, ez azt jelentette, hogy a Föld magját melegíti az urán, tórium és más radioaktív elemeknek a bomlása. Tehát végső soron a földrengések, vulkánok és a lassú kontinentális sodródás hatalmas ereje mint a magerőből származik. 1910-ben Rutherford egy izzó rádium darabot tett egy ólomdobozba, amelyen egy apró luk volt. A lukból egy apró sugárnyaláb bukkant elő, amely egy vékony aranylemezre irányult. Ugye az volt várható, hogy az arany atomjai elnyelik a sugárzást. De kiderült, hogy a rádium nyaláb az gyakorlatilag az aranyfolylán átsugárzott ami ugye arra engedett következtetni, hogy az atomok elsősorban üres térből állnak. Ugye ez azért fontos, mert az 1900-as évek elején az atomnak a szokásos képe még egy úgymond mazsolás pitéhez hasonlított, amiben az atom, mint egy pozitív töltésű pite jelent meg, és benne ugye a negatív töltésű elektronok, mint a mazsolák. De ugye ez a kísérlet segített annak felismerésében, hogy az atom alapvetően üreges. Üreges és elektronokból álló rajból áll, amely egy apró, sűrű mag, vagyis az atommag körül kering. Ugye a Rutherford kísérlet tehát ennek bizonyításában is segített, hiszen radioaktív sugarat időnként eltérítik az atommagban lévő, szorosan összekapcsolt részecskék. És lényegében a kitérés számának, gyakoriságának és szögének elemzésével gyakorlatilag meg tudta becsülni az atommagjának méretét, ami ugye százezerszer kisebb, mint maga az atom. Persze, mint később kiderült, hogy a mag még kisebb úgynevezett szubatomi részecskékből áll, ugye ezek a protonok, amelyek ugye pozitív töltést hordoznak közismerten, valamint neutronokból, amelyek pedig semlegesek. Ugye maga a kvantum kifejezés 1900-ban jelent meg. Ugye ekkor Max Planck, német fizikus, egy egyszerű kérdést tett fel. Miért izzanak a tárgyak, amikor forrók? Ugye amikor a fizikusok korábban megpróbálták ezt a hatást kiszámítani, az úgynevezett fekete sugárzás tehát Newton és Maxwell egyenleteit felhasználva, atomokra alkalmazva, gyakorlatilag problémába ütköztek. Ugye a fekete test egy olyan tárgy, amely tökéletesen elnyeli az összes ráeső sugárzást. Ugye, azért hívják feketének, mert a fekete szín az az összes fényt elnyeli. Ugye Newton szerint ahogy az atomok felmelegednek, gyorsabban rezegnek. Maxwell szerint pedig a rezgőtöltések viszont fényformájában elektromágneses sugárzást bocsátanak ki. De amikor kiszámították a forró, tehát rezgő atomok által kibocsátott sugárzást, az eredmény nem éppen az elvárásoknak megfelelően alakult. Bár alacsony frekvencián ez a modell elég jól illeszkedett az adatokhoz. De a nagy frekvencián a fény energiájának végül végtelenné kellett volna válnia, ami pedig természetesen nonsens. Ugye ezután Planck felvetett egy érdekes hipotézist, úgy vélte, hogy az energia ahelyett, hogy folytonos és sima lenne, mint Newton elméletében, valójában az általa kvantumoknak nevezett különálló energiacsomagokban fordul elő. Amikor beállította ezeknek a csomagoknak az energiáit, rájött, hogy pontosan tudja reprodukálni azt az energiát, amely forró testekből sugárzik. Ugye minél melegebb az objektum, annál nagyobb a sugárzás frekvenciája, amely ugye megfelel a fényspektrum különböző színeinek. Ezután Planck kiszámolta ezeknek a fényenergia csomagoknak, vagy kvantumoknak a méretét, és egy kis H állandót, ugye, amit róla neveztek el, a Planck állandót vezette be. Ugye ezt a számot Planck úgy találta meg, hogy kézzel állította be ezeknek a csomagoknak az energiáit, amíg tökéletesen meg nem felelt az adatoknak. Ugye ami lényeges, hogy az általunk érzékelt világ az lényegében tehát nyújtani, és a plank állandónak, hiszen ez egy nagyon kicsi szám, ahogy láttuk, gyakorlatilag szubatomi szinten van jelentősége. Ugye ezeket a kis kvantumefekteket hívjuk kvantumkorrekcióknak. Ugye Einstein 1905-ben alkalmazta a fényre a kvantumelméletet, és megmutatta, hogy a fény nem csak hullám, hanem úgy viselkedik, mint tehát egy energiacsomag vagy részecske, amelyet ugye fotonnak hívnak. Tehát a fénynek két arca van, egy hullám, ahogy azt Maxwell megjósolta, és egy részecske vagy foton, ahogy Planck és Einstein vélte. A fény fotonokból áll, amelyek kvantumok vagy részecskék, de mindegyik foton teret hoz létre maga körül az elektromos és a mágneses mezőket. Ezek a mezők viszont már hullám jellegűek, és a Maxwell egyenleteinek engedelmeskednek. Mint kiderült, az egykoron rigid, kemény, pontszerű részecskéknek számító elektronok is viselkedhetnek hullámként. Ennek bemutatásához vegyünk két párhuzamos papírlapot egymás mögé. Fúrjunk két rést, az első lapba, majd elektron nyalábot lövünk rá. de azt várnánk, hogy két foltot fogunk tapasztalni a második lapon, ahol az elektron nyalábok eltalálják azt. Az elektron nyaláb tehát vagy az első, vagy a második résen megy keresztül, és nem mindkettőn. Ugye józan észre diktálná. De amikor a kísérletet valójában elvégezték, azt tapasztalták, hogy a második lapon lévő pontok mintája függőleges vonalak sávjába rendeződnek amely jelenség ugye akkor fordul elő, amikor a hurlámok interferálnak egymással. Persze ez bizonyos értelemben azt jelenti, hogy az elektronok mindkét résen egyszerre mentek keresztül. Ugye ez paradoxonnak tűnt. Hogyan interferálhat önmagával egy pontrészecske az elektron, mintha két külön résen ment volna keresztül? Ugye ezen kívül az elektronokkal végzett egyéb kísérletek azt mutatták, hogy eltűnnek és úgyból megjelennek valahol másutt ami egy Newtoni világban ugye lehetetlen. Ha a plankálandó lényegesen nagyobb lenne, és érinteni úgymond a mindennapi világunkat, akkor elég bizarr, felismeretetlen hely lenne a világ. Hiszen az objektumok eltűnhetnének, megjelenhetnének újra egy teljesen másik helyen, vagy két helyen akár egyszerre is lehetnének. Ugye 1925-ben Erwin Schrödinger osztrák fizikus felírta híres egyenletét, ami pontosan leírta, részecske hullámok mozgását. Ugye a kvantummechanika egy látványos eredménye, hogy képes megmagyarázni az anyag építőkéveinek, az atomoknak és a molekuláknak a viselkedését. Schrödinger szerint az elektron egy hullám, amely körülveszi az atommagot. Ugye az ábrán azt látjuk, hogy csak bizonyos, diszkrét hullámhosszú hullámok tudnak úgymond keringeni az atommag körül. Olyan hullámok, melyek hullámhosszát egész szám írja le de nem egész szám esetén nem tekerednek teljesen az atommag köré. Ezért instabilak, így nem tudnak stabil atomokat képezni. Ez azt is jelenti, hogy az elektronok csak különálló héjakon helyezkedhetnek el. És ahogy távolodunk a magtól, az alapminta megismétlődik. Az elektronok számának növekedésével a külső gyűrű távolabb kerül a középponttól. Minél távolabbja a héj, annál több elektron van ott. Ez pedig megmagyarázza, hogy a mengyeleért táblázat miért tartalmaz olyan rendszeres, diszkrét szinteket, amelyek megismétlődnek, és mindegyik szint az lényegében utánozza a maghoz közelebb eső hé viselkedését. Gyerek egy Einstein speciális relativitás elméletének engedelmeskedő hullámegyenlet felírását tűzte ki célul. A tér és az idő egyesítése révén. Ugye ezzel a Schrödinger egyenlet okozta, kényelmetlenséget igyekezett kiküszöbölni, mivel az a teret és az időt külön kezelte. Így a számítások gyakran időigényesek voltak vele. Ugye Feredély korábban rámutatott, hogy ha egy mágnest átvezet egy dróthúrkor, akkor a drótban elektromos áram keletkezik. De honnan jön a mágneses tér a mágnes esetén? Diarák egyenletei azt jósolják, hogy az elektron egy úgynevezett spinnel rendelkezik, amely saját mágneses terét hozza létre. Persze ez a spin nem a megszokott spin, amit mondjuk egy gyroszkópnál tapasztalunk, hanem a spin által létrehozott mágneses mező pontosan megegyezett az elektronokat körülvevő mezővel. Ez pedig tehát segített a mágnesesség eredetének megmagyarázásában. Tehát honnan származik egy mágnes, mágneses tere? Tehát a fény belsejében reket Elektronok spinnyéből származik. Ugye, mint később kiderült, hogy az összes szubatomi részecskének van spinnye. Másfelől, ha az elektron hullám tulajdonságot mutat, akkor mi zavarja a médiumot? Vagyis mi hullámzik? És hogy megy keresztül két különböző lukon egyidejűleg. Hogy lehet egyszerre két helyen az elektron? Ugye a megfigyelések arra engedtek következtetni, hogy nem lehet pontosan jósolni a jövőt. Ugye Newton idejében a fizika alapvetően determinisztikus szemléletű volt, ahol minden jövőbeli jelenség lényegében pontosan jósolható, tehát egy rendet követ. Ami azt jelenti, hogy ha tudjuk a pozícióját és a sebességét minden részecskének az univerzumban, akkor ezekből minden jövőbeli esemény levezethető. Schrödinger a kvantummechanika által mutatott bizarságot 1935-ben egy érdekes gondolatkísérlettel igyekezett megragadni. Tegyünk egy zárt dobozba egy macskát. A dobozba legyen még egy uránium darabka is, ugye ami a bomlása során szubatomi részecskét bocsát ki. A Geiger Müller számláló, ami szintén a dobozban van, ez detektálja. Ez a számláló, ha érzékelt a radioaktív bomlást, akkor egy mechanizmus által, egy kalapáccsal, egy ciánnal teli üvegcsét széttör, és a macska meghal. Na most a kérdés merül fel, ugye ez egy zárt doboz, hogy a macska él vagy sem. Mivel az uránium bomlása tiszta kvantum esemény, ezért a macskát is kvantummechanikai fogalmi rendszeren keresztül kell leírni. Ugye Heisenberg szerint a doboz kinyitása előtt a macska különböző hullámállapotok keverékeként létezik, amelyet tehát két hullám ír le. Az egyik hullám egy élő, a másik hullám egy halott macskának a leírása. De a doboz kinyitása előtt lényegében a kettő állapot keverékében létezik. Ha kinyitjuk a dobozt, akkor összeomlik a hullámfüggvény egy halott vagy egy élő macskára, tehát létrejön a megfigyelés. Ezekből persze azt következik, hogy a megfigyelés határozza meg a létezést. Ugye a megfigyelés az pedig tudatot igényel. Ugye Albert Einstein számára az egész elfogadhatatlan volt az ő determinisztikus világképéhez. Hiszen a kvantummechanika szerint, ha van egy erdő, abba egy fa, és nem figyeli meg senki, akkor a fa lényegében sokféle állapot összegeként létezik. Ugye egy sima, normál fa, vagy leégett fa, csemete, tűzifa, rétegeltemez, stb. Csak akkor, ha valaki a fára néz, akkor omlik össze a hullámfüggvénye, és lesz abból mondjuk közönséges fa. Ugye ez az úgynevezett koppenhágai értelmezés. A koppenhágai értelmezés, ami mára mondjuk már kevésbé népszerű, inkább a multiverzum elmélet vált elfogadottabbá. Ahol az univerzum macskás példára visszatérve két félre oszlik, az egyik fél a halott, a másik az élő macskát tartalmazza úgymond. Ugye az 1935 utáni időszakot, egy darabig a háborús érdekeltségek váltották fel, ugye, amiben alapvetően az atomfegyverek megépítése volt a legnagyobb érdekeltség. A háború után pedig a megelőző kérdésekhez tértek vissza, ugye így, mint például, hogy hogyan lehetne egy komplett kvantumelméletet létrehozni. Ugye a második világháború után a következő nagy előrelépés, a fény, az elektronok komplett kvantum elméletének létrehozása volt. Ugye ennek neve kvantum elektrodinamika. A fő diák diárák elektron elméletének kombinálása Maxwell fényre vonatkozó elméletével, amelyel egy olyan fényre és elektronra vonatkozó elméletet hoztak létre, amely a kvantummechanikának és a speciális relativitás elméletnek is engedelmeskedik. Még egyszer, tehát a kvantum elektrodinamika a részecskék elektromágneses kölcsönhatásának kvantumelmélete. A nukleáris erőről. Ugye két nukleáris erőt különböztetünk meg, magyarul mondva, az erős és a gyenge kölcsönhatást. Tekintettel arra, hogy a protonok pozitív töltésűek és a magban találhatók, ugye azt várnánk, hogy ezek egymást taszítva gyakorlatilag szétrepítik az atommagot. De ezt az elektrostatikus taszítást van egy erő, ugye ez az erős kölcsönhatás, vagy erős erő, ami meghaladja. És éppen ezért tartja össze az atommagot. Gyakorlatilag, ha ez nem lenne, akkor gyakorlatilag az egész világegyetem szubatomi részecskék felhőjeként létezne. Tehát megannyi molekula atommagjának az erős kölcsönhatás adja a stabilitását. Persze vannak nem stabil atommagok is. Ugye főleg, ha sok protonból és neutronból állnak. Ha túl sok proton van, akkor az atommag felbomolhat, de ha viszont túl sok neutron van, akkor az instabilitás annak bomlását okozza. A gyenge kölcsönhatás a neutron huzamosabb ideig történő összetartásához nem elég erős, ezért az bomlik. Például bármely szabad neutron halmaza, az gyakorlatilag 14 perc után bomlik protonra, elektronra, valamint antineutrinóra. Ugye ez a folyamat az úgynevezett béta bomlás. Az erős kölcsönhatás tanulmányozásához, ugye tekintettel arra, hogy az atommag tízezerszer kisebb, mint maga az atom, ezért részecske gyorsítókra van szükség. Ugye ezek az 1950-es évektől jelentek meg. Ugye itt elkezdtek már tudni protonokat szétzúzni, így gyakorlatilag egész garmadáját találták még kisebb részecskéknek. Tehát úgy úgymond a bőség zavarában szenvedtek. Ugye ide kapcsolható Robert Oppenheimer idézete, aki gyakorlatilag azt mondta, hogy a következő fizikai dobell-díjat azt kapja, aki nem fedez fel új részecskét. A következő fontos lépés Murray Gell-Mann és munkatársaihoz fűződik. Ugye ők jöttek rá, hogy mind a proton, mind a neutron még három kisebb részecskéből áll. Ugye ezeket hívjuk kvarkoknak. Ami nagyon érdekes, hogy a Gelmen által bevezetett egyenlet három kvarkja, az gyakorlatilag az egyenleten belül felcserélhető. Természetesen úgy, hogy az egyenlet ugyanaz marad, vagyis szimmetriát kapunk. Beszéljünk kicsit a neutrínókról. Ugye a neutrinókat, mint amilyen például már az említett bétabomlás során keletkezik, azért nevezik szellemrészecskének, mert keresztül harad egész bolygókon, csillagokon, anélkül, hogy gyakorlatilag elnyelődne. Sőt, jelen pillanatban is a mélyűrből származó neutrinók áthaladnak testünkön is. Ugye kísérletileg a felfedezésük dátuma 1956. A gyenge kölcsönhatásnál egy újabb szimetriáról beszélhetünk, úgy, hogy a leíró egyenletek nem változnak, ha az elektront, valamint a neutrinót cseréljük fel. Sőt, ez a szimetria a korábban megismert max felegyenletekből következő szimetriához is csatolható, amiből az úgynevezett elektrogyenge elmélet következik. Ez a teória Steven Wimberg, Sheldon Glashow és Abdus Salam nevéhez fűződik. Tehát érdekes módon Einstein álma ellenére nem a fény és a gravitáció, hanem maga az elektromágnesesség és a gyenge kölcsönhatás egyesítése sikerült. Még egyszer, tehát ez az elektron gyenge elmélet. Ugye az elektron gyenge teória, valamint a kvarkok modelljének sikeressége mellett még egy nagyon fontos kérdés frusztrálta a tudósokat. Ez pedig, hogy mi tartja össze a szubatomi részecskéket. Ugye ide kapcsolódik a young mills elmélet. Ugye a Maxwell egyenletek által leírt elektromos mező tartja az atomot egyben. Így talán a Maxwell egyenletek általánosítása segíthet abban, hogy mi tarthatja össze a kvarkokat. Ugye a kvarkok összetartását nevező mezőt Young-Mills mezőnek nevezzük. Ugye a Young-Mills mezőnél a gluon nevű bozont kell megemlíteni, ugye ez a glu, vagyis az angol ragasztóhoz kapcsolódik. És tehát ez az, ami összeköti a kvarkokat. És ennek leírásával született meg az úgynevezett kvantum színdinamika, ami alapvetően tehát az erős kölcsönhatás leírására hivatott. Tehát lényegében az úgynevezett standard modell kezdett létrejönni. Azonban ennek a standard modellnek volt egy hiányossága, ez pedig ugye a Higgs bozon A Higgs bozon aminek a szimmetria törésben van szerepe. Ugye egy elmélet szerint a Big Bang pillanatában mind a négy alapvető kölcsönhatás, lényegében egyetlen szupererőként működött, amelyben egy úgynevezett mester szimetria jelentik meg, ami azt jelenti, hogy minden részecskéje az univerzumnak elforgatható egy másikba. Tehát akár a bozonok fermionokkal is felcserélhetők. És azt az egyenletet, ami ezt a szupererőt írná le, lényegében azt hívja Michio Kaku, a könyvcivben szereplő Isten egyenletnek. Ugye a Big Bang után az univerzum tágulni és hűlni kezdett, és az erők kezdtek gyakorlatilag különválni, tehát a szimmetria megtört. Ugye ehhez a megtört szimmetriához gyakorlatilag egy mechanizmusra van szükség. És ugye ennél, tehát a szimmetria törésnél kap szerepet a Higgs bozon. A folyamat megértéséhez képzeljünk el egy gátat. Ugye a víz a rezervuárban, tehát a visszatartott részben szimetriával rendelkezik, és ha elforgatjuk a vizet, akkor az gyakorlatilag ugyanúgy néz ki. Ugye az fontos tudni, hogy a víz alapvetően a newtoni törvények miatt az alacsonyabb energia állapotok felé halad, ugye? Tenger felé. Ha ezen a képzeletbeli gátunkon egy repedés keletkezne, a víz gyakorlatilag kizúdolna, és igyekezne úgymond tehát az alacsonyabb energia állapot felé törekedni vagyis a gát mögött a víz energia állapota magasabb. És tehát ezt a gát mögötti részt, a visszatartott részt, ezt az állapotot úgynevezett hamis vákumnak nevezzük. Ugye erre tenzió, instabilitás és magasabb szimetria jellemző. A valós vákum pedig a kiömlött lehető legalacsonyabb energiaállapot. Még egyszer tehát a hamis vákum instabil. Ugye amikor a gát kiszakad, akkor törik meg az eredeti szimetria. Ugye ez a hatás például tapasztalható akkor is, amikor forni kezd a víz. Tehát forraljuk, és mielőtt felforna, a víz hamis vákumban van. Ez instabil, de szimmetrikus, vagyis ha forgatjuk a vizet, a víz ugyanúgy néz ki. De végül apró buborékok kezdenek megjelenni. Ahol tehát minden buborék alacsonyabb energia állapotban létezik, mint a környező víz. Ugye minden buborék tágulni kezd, még elegendő buborék nem egyesül, vagyis a víz fel nem for. Na most ennek analógiára az univerzum eredetileg tökéletesen szimmetrikus állapotban volt. Minden szubatomi részecske nulla tömeggel rendelkezett, és ugyanannak, tehát mondjuk úgy, mester szimetriának a része volt. A nulla tömeg miatt felcserélhetők a részecskék, de az egyenletek ugyanazok maradnak. Ugye ez az állapot, ennek oka ismeretlen, de instabil. Tehát az előzőek példáján hamis vákum. A mező, ami ahhoz szükséges, hogy a valódi, de tört szimmetriájú vákum létrejöttét mozdítsa elő, ez az úgynevezett Higgs tér, Higgs mező. Ugye a Higgs tér az gyakorlatilag mindenhol jelen van a téridőben. De valamilyen oknál fogva a Higgs tér szimmetriája megtört. Ugye kicsi buborékok kezdtek formálódni ebben a X térben, a buborékokon kívül minden részecske tömegmentes és szimmetrikus maradt. A buborékban viszont néhány részecske úgymond tömeget kapott, ahogy alakult a Big Bang folyamata, a buborék gyorsan tágult, és a részecskék elkezdtek különböző tömeggel rendelkezni, tehát az eredeti szimmetria megtört. Végül tehát az egész univerzum egy új, vákumállapotban kezdett létezni egy gigantikus buborék belsejében. A nagy hadronütköztető, vagy Large Hadron Collider, Svájcban, Genovában található. Itt lényegében a protonok felgyorsítása történik, extrém magas energiaszintre, majd azok ütköztetése. Az ütközés során lényegében szubatomi részecskék sokassággal jön létre. Ugye itt az eredeti cél, hogy lényegében a Big Bang után rövid idővel tapasztalt állapotokat hozzák létre. Így az akkori instabil részecskéket reprodukálják. Ugye végül 2012-ben sikerült úgymond a standard modell utolsó látszemét, vagyis a Higgs bozont is megtalálni. Ugye manapság a fizikusok a standard modell, ami a négy alapvető kölcsönhatásból hármat ír le, és a gravitációt, ugye ez pedig az általános relativitás elmélet írja le, tehát ezeknek az egyesítését célozták meg. De a kvantum -gravitáció létrehozása az eddig még tulajdonképpen nem sikerült. Ugye megpróbálták kiszámolni, hogy mi történik, ha a hétköznapi anyagot kvantálják. Ugye ez a csillagok és a galaxisok miatti kvantumkorrekció kiszámítását jelentette, de nem érintve a gravitációt. Ez lényegében egy szerényebb cél volt, de megnyitotta a kapukat számos új fizikai jelenség tanulmányozásához. Olyan bizarr jelenségekre kell gondolni, mint a fekete lyukak, féregjáratok, sötét anyag, sötét energia. Vagy például az időutazás, vagy maga a világegyetem keletkezése is. Persze a minden dolog, vagy mindenség elméletének a felfedezése megalkotásához ez egy plusz akadályt jelentett, hiszen a standard modell ismert részecskéi mellett ennek már ezeket az új, furcsa, bizarr jelenségeket is meg kell tudnia úgymond magyarázni. Most vegyünk egy példát. Ha egy képzeletbeli ágyugolyót kilövünk a földről, akkor ugye az egy maximum magasságot elér, majd visszazuhan. De ha ezt elég energiával lőjük ki, akkor az ágyugolyó eléri az úgynevezett szökési sebességet, amelyet meghaladva nem esik vissza, hanem az űrbe jut. Ugye Föld esetén ez 11.186 km per vagy 39.600 km per óra. Ugye már 1783-ban egy John Mitchell nevű asztronómus feltette a következő kérdést. Mi történik, hogyha a szökési sebesség a fénysebességgel egyenlő? Ugye hogyha egy óriás csillagból, amely olyan masszív, hogy a kibocsátott fénysugár szökési sebessége az meghaladja a fénysebességet, akkor elviekben még a fény is csapdába esik. Ezt akkoriban sötét csillagoknak hívták. Ugrunk az időben, 1916, Schwarzschild. Ugye egy szupermasszív csillag körül egy képzeletbeli szféra van, amit eseményhorizontnak nevezünk. Ha ezt áthaladja egy objektum, akkor az örökre csapdába esik. De ahogy az eseményhorizontot közelítjük, elég bizarr dolgok történnek. Ugye a gravitáció a lábunknál ebben a hipotetikus példában nagyobb lenne, mint a fejüknél, tehát úgymond spagetti módjára lennénk szétnyújtva. Persze most nem szólva arra, hogy ennek hatására a testünk szétesne. De aki ezt úgymond tisztes távolságból nézné, az azt látná, hogy az űrhajónkban az idő lelassult az eseményhorizont szélén. Persze az astronauták számára mielőtt darabokra lennének szaggatva, minden normális ütemben telne. Robert Oppenheimer és munkatársai a következőre mutattak rá. Ha veszünk egy 10 50 nagyobb csillagot, mint a mi naprendszerünk napja, akkor az, miután a nukleáris üzemanyagát felhasználta, gyakorlatilag fekete lyukká válhat. Mindezt természetes folyamat részeként. A lényeg, hogy az üzemanyagját felélve bekövetkező szuperrobbanás után ha a megmaradó csillag a gravitáció által a saját eseményhorizontjára tömörödik, akkor fekete lyukká omolhat össze. Még egyszer tehát, fekete lyukról akkor beszélünk, ha a hatalmas tömeg olyan roppant sűrűségű, és ennek következtében olyan kicsi, hogy elfér az általa létrehozott eseményhorizontban. A fekete lyukban lévő atomokra Stephen Hawking kvantum korrekciók elvégzését valósította meg. Ugye mivel a kvantummechanikában minden bizonytalan, ezért a fekete lyukak előzetesen feltételezett teljes feketessége erősen megkérdőjelezhetőnek bizonyult. Vagyis a fekete lyukaknak szükségszerűen nagyon halvány kvantum sugárzást kell kibocsátania. Hawking kiderítette, hogy lényegében ez fekete test sugárzás. Felismerve azt, hogy a vákum nem a teljes semmi állapota, hanem jelentős kvantumaktivitás tapasztalható benn, a vákumból ugye például elektron, illetve pozitron, tehát antielektron párok jöhetnek elő, ütköznek, majd eltűnnek vissza a vákumba. Ugye Hawking felismerte, ha elég erős a gravitáció, akkor keletkeznek elektron-antielektron -elektron párok a vákumból, és ezeket virtuális részecskéknek hívjuk. Na most, ha az egyik tagja ennek a virtuális részecske párnak beleesik a fekete lyukba, még a másik úgymond megszökik, akkor beszélhetünk az úgynevezett Hawking sugárzásról. Ugye az energia, ami ahhoz szükséges, hogy létrejöessen ez a jelenség, a fekete lyuk gravitációs mezeiben tárolt energiájából származik. Ugye az az energia, ami a jelenség létrejöttéhez szükséges, a fekete lyuk gravitációs mezeiben tárolt energiából származik. Mivel kijut a fekete lyukból a részecske, ezért a fekete lyuknak és annak gravitációs mezeinek nettó anyagenergia tartalma csökken. Ezt a folyamatot fekete lyuk párolgásnak hívják. Tehát milliárd évek alatt ezen párolgás révén a Hawking sugárzás által gyakorlatilag a fekete lyuk kimerül, elpusztul és egy tüzes robbanással zárul. Ergó a fekete lyukak élettartalma is véges. Ugye 1963-ban a Roy Kerr nevéhez fűződik a forgó fekete lyukakkal kapcsolatos felvetés. Ugye korábban Schwarzschild munkásságában a fekete lyukak egy stacionárius, pici ponttá tömöröttek, amelyet szingularitásnak neveznek. Ahol tehát a gravitációs mező végtelenné válik, így minden egyetlen pontba tömörül azonban Kerr Einstein egyenletét felhasználva a forgó fekete lyukakra érdekes dologra jutott. Ugye egyrészt, hogy nem pont rá tömörödik a fekete lyuk, hanem ehelyett egy gyorsan forgó gyűrűvé. Ugye a centrifugális erő a forgó gyűrűn elég erős ahhoz, hogy megakadályozza azt, hogy a saját gravitáció alá omoljon össze. Mivel gyűrű, nem biztos, hogy halálra nyomódik az, aki belekerül, hanem átjuthat a gyűrűn. Tehát valójában véges a gravitáció a gyűrűn belül. Még a gyűrű másik oldalán gyakorlatilag egy párhuzamos univerzum is feltételezhető. Egy úgymond növér univerzum. Ugye ezt jól szemlélteti egy papír, amit ha kettéhajtunk, majd lukat vágunk rá, és majd átdugunk ezen egy szalmaszálat. Gyakorlatilag ez a szalmaszál felelne meg mondjuk egy féreglyuknak. De ha például visszamegyünk a gyűrűbe, akkor már lehet, hogy megint másik univerzumban lyukadunk ki. Tehát gyakorlatilag úgy működik, mintha egy lift lenne. De akár arra is van esély, hogy a saját univerzumunk egy másik pontjá jövünk ki. Ugye elviekben egy féregjuk létrehozásához brutális mennyiségű pozitív energia kell, magához ahhoz, hogy megnyíljon a féregjuk, mivel ugye instabil, és saját maga által becsukódna ezen túl, ezért úgynevezett negatív energia is kell hozzá a negatív energia az nem egyenlő az antienergiával. A negatív energia, valamint a negatív anyag is taszító jellegű. Itt tehát megakadályozza a féregjük bezáródását. Ugye negatív anyagot még nem mutattak ki, szemben nagyon kis mennyiségben a negatív energia már kimutatható volt. Ugye egy negatív esetében a gravitáció azt taszítaná, így egy negatív anyag az gyakorlatilag kilöködne a Földről további felmerült teória, hogy amikor egy csillag fekete lyukba zuhan, akkor nem szingularitássá alakul, hanem egy féreg lyuk másik részén lökődik ki, úgynevezett fehér lyukat létrehozva. Ugye a fehér lyukra ugyanazok az egyenletek igazak, mint a fekete lyukra, csak gyakorlatilag az idő fordul meg. Ugye ennek kapcsán felmerülhet a kérdés, hogy maga a Big Bang nem -e egy fehér lyuk volt eredetileg, ami egy fekete lyukból lökődött ki. Na most, ha egy féregjukkal a térben ilyen jól lehetne úgymond utazni, akkor jogosan merül fel a kérdés, hogy vajon a múltba is lehetne utazni féregjárat segítségével. Ugye Newton idejében az időnek a koncepciója az úgy jelent meg, mint egy nyíl. Ahogy elkezdődött, úgy egyenletesen telik az univerzum minden pontján. Tehát, ami egy másodperc a Földön, az univerzum másik szegletében ugyanaz az egy másodperc. Tehát szinte egymáshoz is lehetne szinkronizálni a különböző helyen levő órákat. Ugye Einstein idején már az idő inkább folyóhoz hasonlatos, amely lehet gyorsabb vagy lassabb folyású. Tehát az óra máshogy ketyeg az univerzum különböző pontjain. Ugye a legújabb feltételezés szerint az idő, mint inkább egy örvény, ami gyakorlatilag visszafelé is repítheti az embert. Vagy ketté válik ez az Einsteini folyó úgymond, tehát két idővonal jön létre, két párhuzamos univerzumot létrehozva. Ugye persze, maga az időutazás sok paradoxont rejt magában. Ugye például, ha visszautazik valaki a múltba, megöli a nagyapját, akkor már merül fel a kérdés, hogy akkor hogyan utazhatott vissza. Vagy, a jövőből valaki az időutazás titkával megajándékoz minket, majd évekkel később én visszamegyek a múltba. Hogy korábbi önmagamnak adja át a titkot, akkor honnan is jött az információ, honnan jött az egész? Végül Robert Heinlein írását érdemes megemlíteni. Ugye ebbe egy árva gyerek, felnő, férfivé operáltatja magát. Ez a férfi visszamegy a múltba, összejön korábbi önmagával, akitől születik egy lányunk, majd a férfi a távolabbi múltba viszi vissza a gyereket. És ugyanazon árvaház előtt teszi le a gyermeket, és így megy a ciklus. ergo saját anyjává, lányává, nagymamájává, kisunokájává válik. Ugye erről egy kitűnő filmadaptáció a Predestination című film, vagy magyarul időúrok címmel érhető el. Persze részben már utaltunk egy esetleges válaszra ezekre a paradoxorra, ugye a korábbi folyó példával élve, hogyha ketté válik a folyó és egy alternatív univerzumot hoz létre. A kozmológia következő forradalma akkor következett be, amikor a fizikusok elkezdték alkalmazni a kvantumelméletet az ősrobbanásra. George Gamow, orosz fizikus, azon töprengett, hogy ha a világegyetem egy gigantikus, szuperforró robbanásként indult, akkor vajon a hő egy része megmaradt-e napjainkban is? Ha a kvantumelméletet alkalmazzuk az ősrobbanásra, akkor az eredeti tűzgömbnek kvantum-fekete test sugárzónak kellett lennie. Mivel a feketetest sugárzó tulajdonságai jól ismertek, ki kellene tudni számítani azt a sugárzást, amely az ősrobbanás utófénye, vagy úgymond visszhangja. Az akkoriban rendelkezésre álló kezdetleges kísérletek segítségével Gemov és kollégái Ralph Elfer és Robert Herman 1948-ban kiszámították, hogy az ősrobbanás utófényének hőmérséklete mára körülbelül 5 fokkal az abszolút 0 fok felett kell, hogy legyen. Ugye nagyon rengeteget nem tévedtek, hiszen a tényleges szám 2,73 Kelvin. Ugye ez tehát a világegyetem hőmérséklete, miután évmilliárdok alatt lehűlt. Az igazolás Arno Penciás és Robert Wilson nevéhez fűződik, akik kimutatták ezt a visszamaradt sugárzást az űrben egy rádióteleszkóp segítségével. Ugye ezt nevezzük mikroullámú háttérsugárzásnak, amit talán az egyik legmeggyőzőbb bizonyítéka az ősrobbanásnak. Ugye ahogyan azt előrejelezték, a háttérsugárzásról készült legújabb műhold felvételek egyenletes, a világegyentemben egyenletesen eloszló energiagömböt mutatnak. Ugye szerencsére a kvantum bizonytalansági elvnek köszönhetően a háttérsugárzás apró, piciny fodrozódásait is ki lehet mutatni már a mai nagyon precíz műszerekkel. Ugye egy tökéletesen sima ősrobbanás, az gyakorlatilag a már említett bizonytalansági elvet sértette volna meg. Ugye milyen problémák merülnek fel? Ugye ott van például a laposság problémája. Ugye Einstein elmélete szerint a téridő szövetének enyhe görbülettel kell rendelkeznie. A világegyetem görbületét elemezve azonban úgy tűnik, hogy az sokkal laposabb, mint amit az Einstein megjósolt. Ugye a kísérleti hibán belül az univerzum gyakorlatilag tökéletesen laposnak tűnik. Másodszor sokkal egyenletesebb, mint ami ennek úgymond kellene lennie. Ugye az ősrobbanáskor az eredeti tűzgömbben szabálytalanságoknak és tökéletlenségeknek kellett volna lenniük. Ugye eljött a világegyetem teljesen egyenletesnek tűnik, bár onnan is nézzük az égboltot. Ugye mindkét paradoxon megoldható a kvantumelméletre hivatkozva a GUT által inflációnak nevezett jelenséggel. Ugye először is e kép szerint az univerzum gyorsított táguláson ment keresztül, tehát sokkal gyorsabban, mint ahogyan azt az eredeti ősrobbanásnál feltételezték. És ez a hirtelen tágulás lényegében ellapította a világegyetemet, és megszüntette az eredeti világegyetem bármilyen görbületét. Másodszor az eredeti világegyetem lehet, hogy szabálytalan volt, de annak egy apró darabkája egységes volt viszont eredetileg is, és ez duzzad hatalmas méretűre. Mert mi a nagyobb tűzgömbnek ennek az apró egységes darabkájából származunk úgymond. Ugye az elmondottak azt jelentik, hogy a látható világegyetem, ugye amelyet magunk körül tapasztalunk, az valójában egy sokkal nagyobb világegyetem, apró, végtelenül kicsi darabkája csupán, amelyet ugye soha nem fogunk észlelni, mert olyan messze van. De magát ezt az inflációt vagy tágulást mi okozta, mi indította el? Tehát miért tágult ki egyáltalán az univerzum? A válasz szintén guthoz kapcsolódóan a következő lehet. Ugye a kvantum elméletben szimmetriából indulunk ki, majd ezt megtörjük úgymond Higgs bozonnal, hogy megkapjuk az univerzumot, amit körülöttünk látunk. Ugye hasonlóképpen Gutt aztán felvetette, hogy talán létezik egy új típusú Higgs bozon, az úgynevezett inflaton, amely ezt az inflációt vagy tágulást lehetővé teszi. És az eredeti Higgs hasonlóan az univerzum is hamis vákumból indult, ami adta a gyors infláció korszakát de aztán kvantum buborékok keletkeztek az inflaton mezőben. A buborék belsejében keletkezett a valódi vákum, ahol az infláció megállt. A mi univerzumunk is egy ilyen buborékként jött létre. A buborékon belül a világegyetem lelassult, ami a mai tágulást eredményezte. Ha a kvantumelméletre hivatkozunk azonban, az azt jelenti, hogy az ősrobbanás újra és újra megtörténhet. Sőt, lehet, hogy a mi univerzumunkból folyamatosan új univerzumok születnek. Az azt is jelenti, hogy a mi univerzumunk valójában egyetlen buborék az univerzumok buborékfürdőjében. Ez pedig párhuzamos univerzumok multiverzumát hozza létre. De ez az igazi mértre, hogy mi okozza a tágulást, inflációt, még mindig nem ad igazán választ. Tehát a valódi ok még mindig rejtve van. Na most milyen sors vár az univerzumra? Ugye egy fizikus számára hagyományosan kétféleképpen érhet véget az, tehát az univerzum. Ha a világegyetem sűrűsége alacsony, akkor a csillagok és a galaxisok gravitáció nem elegendő ahhoz, hogy megfordítsa a kozmikus tágulást. És a világegyetem örökre tágulni fog, majd lassan elpusztul az úgynevezett nagy fagyban. A csillagok elhasználják az összes nukleáris üzemanyagukat, az égbolt feketévé válik, és még a fekete lyukak is elpárolognak. A világegyetem tehát élettelen, szuperhideg tengerben sodródó, szubatomi részecskékben fog véget érni. Ha az univerzum viszont elég sűrű, akkor a csillagok és a galaxisok gravitációja elég lehet ahhoz, hogy megfordítsa a kozmikus tágolást akkor a csillagok és a galaxisok végül összeomolnak az úgynevezett nagy recsben, hogy ekkora hőmérséklet magasba szökik, és elnyeli az univerzumban levő összes életet. Ugye ezt tovább lehet vinni, hogy a világegyetem ezután újabb ősrobbanásban visszapattalhat, és egy oszcilláló világegyetemet hozhat létre. 1998-ban az univerzumban található távoli szupernovák elemzésével megállapították azonban, hogy a világegyetem tágulása nem lassul, ugye, ahogy azt korábban gondolták, hanem valójában gyorsul. Sőt, valójában úgymond száguldó üzemmódba lépett. Tehát lehetséges, hogy az univerzum egy úgynevezett nagy szakadásnak nevezett jelenségben fog elpusztulni. Hát gyakorlatilag ebben az univerzum olyan gyorsan tágul, az éjszakai égból gyakorlatilag teljesen feketévé válik, mivel a szomszédos csillagokból nem jut el hozzánk a fény. És végül minden gyakorlatilag megközelíti az abszolút nullát. Na most ami ezt a rohamos tágulást okozhatja, az valami, amit Einstein az 1920-as években ugye elvetett, ez pedig a kozmológiai állandó, a vákum energiája, amit ma sötét energiának neveznek. Ugye a sötét energia mennyisége a világ egyetemben óriási. Ugye, mint a felső diagramon láthatjuk, gyakorlatilag manapság 72%-ra becsülik a sötét energiának az összarányban való mennyiségét. Ugye a fizikának két nagy pillére van. Az egyik oldalon ott van a nagyon nagy dolgokat leíró elmélet, ugye Einstein általános relativitás elmélete, másrészt a nagyon parányi dolgok elmélete, vagyis a kvantumelmélet amely a szubatomi részecskék viselkedését magyarázza, ugye? A probléma, hogy ez a kettő gyakorlatilag ellentétben áll egymással. Két különböző alaperve, két különböző matematikára épülnek. Ugye a következő nagy fizikában bekövetkező esetleges forradalom, az ugye feltételezhetően ezek egyesítésére fog irányulni. Ugye ez lehetséges például a húrelmélet keretében. Ugye a húrelméletben a téridő dimenzióinak száma az 10, tehát 10 dimenzióról beszélünk, és a húrelmélet szerint eredetileg az univerzum 10 d amely magas szimetriát, de instabilitást mutat. Valamint 6 dimenzió valamilyen oknál fogva feltekeredett, és méretét tekintve megfigyelhetetlenül kicsi tartománybe esik. Tehát ez az oka, hogy még a legkisebb szubatomi részecskék is messze nagyobbak, tehát ez az oka, hogy nem szivárognak át azokba a dimenziókba. Ugye ebben a magasan szimmetrikus állapotban a fermionok a bozonokkal, de visszafele is, tehát a bozonok a fermionokkal is felcserélhetőek. Tehát az egész univerzum minden részecskéje átrendezhető egymásba. Ugye a húrelméletben a graviton, amit még nem fedeztek fel, az egy bűnös kakuktojás úgymond, de ez lehetne a legalacsonyabb rezgése a húrnak. Na most az eredeti húrelmélet problémája az volt, hogy a kvantum gravitációnak öt különböző változata volt. Ugye amelyek mindegyike véges és jól definiált ugyan, és ez az öt húrelmélet nagyon hasonlónak tűnt, kivéve, hogy a spinjeik kissé másképp voltak elrendezve, de ugye merült fel a kérdés, hogy miért kell ötnek lenni. Edward Witten fizikus jött rá, hogy valójában létezik egy rejtett 11 dimenziós elmélet, az úgynevezett M-elmélet, amely nem csak húrokon, hanem membránokon, mint a gömbök és úgymond fánkok felszínei, tehát ezeken alapul. Ugye, hogy miért létezik 5 különböző húrelmélet? Arra vitten szerint a válasz, hogy már gyakorlatilag 5 féleképpen lehet egy 11 dimenziós membránt 10 dimenziós húrrá omlasztani. Más szóval a húrelméletnek mind az öt változata ugyanannak az M-elméletnek a különböző matematikai reprezentációja volt. Tehát a húrelmélet és az M-elmélet valójában ugyanaz az elmélet, csak hogy a húrelmélet a 11 dimenziós M-elmélet 10 dimenzióra való a redukciója. Ugye, hogy kapcsolódik össze a kettő? Gondoljunk egy strandlabdára, ha elkezdjük kiengedni belőle a levegőt, akkor fokozatosan egy úgymond kolbászra kezd hasonlítani. Ha még több levegőt engedünk ki, akkor a kolbászból már gyakorlatilag húr lesz. Tehát a húr egy úgymond árruhába bújtatott membrán. Ugye ez nagyon szép és jó, de lehet-e tesztelni? Ugye a húr elméletet elsősorban az a kritika éri, hogy nem tesztelhető. Ugye a teszteléséhez valószínűleg egy galaxis méretű részecske gyorsítóra lenne szükség hogy ez lenne a közvetlen tesztelés. És ami még fontos, hogy a húrelmélet minden egyes megoldása egy egész univerzumot jelent. És úgy tűnik, hogy gyakorlatilag végtelen számú megoldás létezik. Tehát az igazi teszteléshez gyakorlatilag laboratóriumban kéne úgymond bébi univerzumokat létrehozni. Ott van továbbá az úgynevezett landscape probléma. A húrelméletnek tehát végtelen számú megoldása van, amelyek mindegyike egy tökéletesen jól viselkedő, véges gravitációs elméletet ír le, és amelyek egyáltalán nem hasonlítanak a mi univerzumunkra. Ugye sok ilyen párhuzamos univerzumban nem elég stabil például a proton, így azok elektronokká, illetve neutrinokká, pontosabban ezek hatalmas felhőjévé bomlanak szét. Így a mi univerzumunkban ismert összetett anyag, ugye atomok és molekulák lényegében nem létezhetnek. Tehát egy szubatomi részecskékből álló gáz alkotja ezen univerzumokat. Ugye a húrelmélet jelen állás szerint nem tudja megmondani, hogy melyik univerzum lehet valódi, és melyik mondjuk csak egy matematikai konstrukció. Ugye itt érdemes megemlíteni az úgynevezett antropikus elvet. Ugye nagyon érdekes, hogy a természet alapvető állandói az gyakorlatilag úgy tűnik, hogy az élet lehetővé tételére vannak úgymond finom hangolva. Ahogy egyszer Freeman Dyson fizikus írta, úgy tűnik, mintha az univerzum tudta volna, hogy jövünk. Tehát ha például a nukleáris erő egy kicsit gyengébb lenne, akkor gyakorlatilag a nap soha nem lobbant volna úgymond be. Ha egy picit, pedig ez a nukleáris erő erősebb lenne, akkor a nap már évmilliárdokkal ezelőtt kiégett volna, tehát felérte volna a nukleáris üzemanyag. Ugye hasonlóan, hogyha a gravitáció egy kicsit gyengébb lenne, talán az ősrobbanás kapásból a nagy fagyban végződött volna. Ha pedig erősebb lett volna, akkor talán már a nagy vége is lett volna. Viszont ebben az univerzumban legalábbis a gravitáció éppen megfelelő ahhoz, hogy a csillagok és bolygók alakulhassanak ki, és elég hosszú ideig tartsanak ki ahhoz, hogy az élet keletkezhessen. Ugye számos ilyen idézőjelbe véve balesetet kell ahhoz felsorolni, hogy lehetővé váljon az élet, legalábbis ebben a formában, ahogy mi ismerjük. Ami gyakorlatilag így általános szemszögből úgy tűnik, mintha egy gigantikus szerencsejátéknak mi lennénk a nyertesei. Persze a multiverzum elmélet szerint rengeteg úgymond halott univerzummal élünk együtt. Japánban egy úgynevezett nemzetközi lineáris ütköztető, International Linear Collider finanszírozását fontolgatják, amely egy egyenes csőben lőne lefelé egy elektronnyalábot, amíg az egy másik irányból kilőtt, antielektronnyalábbal nem ütközik. Ugye itt nem protonokat, mint a nagy hadron ütköztetőben, hanem tehát elektronokat használnak. Ugye ez határozott előny, hiszen a protonok ugye három kvarkból állnak, amit gluonok tartanak össze, így gyakorlatilag a protonok ütköztetése elég zűrös, hiszen idegen részecskék úgymond lavinája keletkezik. Ezzel szemben az elektron egyetlen elemi részecske maga, így egy anti-elektronnal való ütköztetés sokkal tisztább és sokkal kevesebb energiát is igényel. Ugye ez a kezdeményezés legkorábban 2030 tájékában készülhet el. Persze a CERN fizikusai sem akarnak lemaradni, így a Large Hadron Collider utódjaként a Future Circular collider tervezik, amely jól látszik, hogy egy jóval nagyobb létesítmény lenne, mint az elődje. Kaku említést tesz az úgynevezett Lizáról is, Laser Interferometry Space Antenna, amely a gravitációs hullámokhoz kötődik. Ugye csak 2016-ban, tehát 100 évvel az eredeti jóslata után figyelték meg a gravitációs hullámokat. Ugye ebben az esetben két, körülbelül 1 milliárd évvel ezelőtt ütközött feketejük jeleit rögzítették a detektorok, amelyek egy nagy elbetűre hasonlítanak, és lézer haladnak köztük. Amikor a két sugár középpontban találkozik, olyan interferencia mintázatot hoznak létre, amely annyira érzékeny a rezgésekre, hogy gyakorlatilag a két fekete lyuk ütközését is képes volt kimutatni. A még nagyobb érzékenység érdekében tervezik tehát, hogy gravitációs hullám hullámdetektorokat küldenek a világűrbe. Ugye ez lenne a Liza amely akár képes lehet arra, hogy magának az ősrobbanásnak a rezgéseit is érzékelje. Hogy ennek egy változata három különböző műholdból áll a világűrben, amelyeket lézersugarak hálózata köt össze egymással. A háromszög minden oldala körülbelül 1 millió kilométeres, és amikor az ősrobbanásból származó gravitációs hullám eléri a detektort, a lézersugarak egy kicsit megrebegnek, ami aztán érzékeny műszerrel mérhetővé válik. Ugye persze a végső cél, hogy rögzítsük az ősrobbanásból származó lökés hullámokat. Majd gyakorlatilag a videószalagot úgymond visszafelé futtassuk, hogy a lehető legjobban meg tudjuk becsülni az ősrobbanás előtti sugárzást. Végül pedig egy nagyon érdekes kérdés. Miért van valami a semmi helyett? Ugye a kvantumelméletben abszolút semmi nem létezik. Ugye láttuk, hogy az abszolút feketeség, ugye a fekete lyukak esetében sem létezik. Azaz, egy fekete lyuk valójában szürke, és el kell úgymond párologniuk. Ugye ennek analógiára azt találjuk, hogy a legkisebb energia nem nulla. Például ugye magát az abszolút nulla fokot sem lehet elérni, mert az atomok a legalacsonyabb kvantumenergiájú állapotukban még mindig rezegnek. Ugye hasonlóképpen a kvantummechanika szerint, ugye kvantummechanikailag nem lehet elérni a nulla energiát, mert még mindig van nullponti energia, vagyis a legalacsonyabb kvantumrezgés. Hiszen a zéró rezgés állapot sértené a bizonytalansági elvet, mivel a zéró energia a zéró bizonytalanság állapota, ami ugye nem megengedett. Ezen koncepció alapján honnan jöhetett az ősrobbanás? Ugye ez szerint valószínűleg egy kvantumingadozás volt a semmiben. Ugye még a semmi, vagyis a tiszta vákum is habzik az anyag és antianyag részecskéktől, ugye amelyek folyamatosan kiugranak a vákumból, majd visszaesnek oda. Ugye ezt a habosságot, habot nevezte Hawking téridőhabnak, vagyis apró buborékos univerzumok habjának, amelyek folyamatosan felbukkannak és eltűnnek tehát vissza a vákumba. Ugye persze ezek a buborékok bármely atomnál nagyságrendekkel kisebbek, így gyakorlatilag a nem észlelhető tartományban vannak. Viszont egyszer-egyszer azonban egy ilyen buborék nem tűnik vissza a vákumba, hanem tovább tágul, míg végül felfúvódik, és egy egész univerzumot hoz létre. Miért van tehát valami, és nem semmi? Azért, mert a mi univerzumunk eredetileg a semmiben levő kvantum ingadozásokból jött létre. És a számtalan más buboréktól eltérően a mi univerzumunk ugrott ki a téridő habjából, és tágult tovább. Lényegében ennyit szerettünk volna veletek megosztani. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, tartsatok velünk, legközelebb is! Sziasztok!